Köszöntöm kedves nézőinket, önök az Ismerős című műsorunkat látják. Mostani beszélgető vendégem itt a Modern Magyar Képtárban. A Janus Pannonius Múzeum egyik fő múzeológusa és a képző művészeti osztály vezetője, Sárkány József, üdvözöllek, szervusz! Szervusz, jó napot kívánok! Itt ülünk a Biennale, most már Quadriennale kiállításban, a Kerámia Quadriennale kiállításban. Azért itt meg ez a helyszín, mert ugye hát ez a, hát úgy mondjam, szíved csücske munkásság egyik jelentős állomása ez a Quadriennale, hogy ennek a megszervezése hosszú évek során. De mire mielőtt elkezdenénk erről beszélgetni, kezdjük azt, hogy azzal, hogy hogyan kerültél te egyáltalán Pécsre, de földrajz szakra. Ugye Nagykanizsáról, ha jól tudom. Nagykanizsán kezdtem valóban, de Zalaegerszegről, mert Nagykanizsán születtem, de zalaegerszegi vagyok egyébként. Tehát zalaegerszegről kerültem Pécsre, arra földrajz szakra azért, mert bár matek szakra jártam, matek fizika szakra jártam középiskolában, tanárok nem nagy megelégedésére, és Szombathelyen volt matematika rajzszak, de az emiatt nem jött össze, és inkább jöttem rajzföldrajz szakra Pécsre, meg különben is. Szóval úgy gondoltam, hogy Pécs az mégiscsak más kulturális lépték, mint Szombathely. Bocsánat szombathelyektől. De eljöttem Szombathelyet Pécsre, és itt nagyon jó 4 évet töltöttem a főiskolán, és utána mentem vissza Zalaegerszegre, egyből a Zalaegerszegi Múzeumba. 1980-ban elkezdtem a művészettörténet szakot az ELTE-n. És az egyébként biztos, hogy mikor vált világosra, hogy te múzeumban akarsz vagy fogsz dolgozni, vagy ez hogyan kerültél te a Zalaegerszegi Múzeum közelébe? Egyrészt Egerszegre vissza szerettem volna menni, mert nagyon szeretem azt a várost. Ez egy szerintem fantasztikus hely, fantasztikus emberekkel. Másrészt meg a művészetet szeretem, szeretem a történelmet, mindig kutató akartam lenni kisgyerekkoromban is. És rájöttem azért, hogy hiába jártam rajzszakkörre Zalaegerszegen, meg hiába jártam rajzszakra, azért rájöttem, hogy nem leszek én annyira jó művész, akit nem lehet nagyon kritizálni. Biztos, hogy lehet kritizálni, magamhoz is kritizáltam. És inkább elmentem kritikusnak vagy történésznek. Tehát nem alkotónak, hanem olyan embernek, aki az alkotókkal, az alkotásokkal foglalkozik, de másik oldalról. És így jött az Zalaegerszegi Múzeumban való művészettörténeti állás lehetőség. Majd 84-ben hívtak vissza Pécsre, a Pécsi Múzeumban jöjjön vissza dolgozni. De. Miután az ELTE-n ugye képesítést kaptál arról, hogy művészettörténész. Itt Pécsen nem volt ilyen művészettörténész szak? Nem volt, nem. Hát akkor még csak tanárközi főiskola volt, és akkor nem volt még egyetem se, ilyen tudományi egyetem se. Bölcsésztudományi kar. Most is művészettörténész szak Pécset, hanem ez most az ELTE-n, illetve Pázmányon van még Budapesten ilyen képzés. Tehát az, hogy visszajöttem, az meg azért volt, mert a Pécsi Múzeumot közben azért megismertem, amikor főiskolás voltam. És az ember, hogyha raktárban dolgozik, akkor sem mindegy, hogy milyen képek veszik körül, hogyha már kiállításokat rendez, akkor meg pláne nem mindegy. És ez a gyűjtemény már akkor is, vagy akkor már fantasztikus értékekkel rendelkezett, és azokkal az értékekkel, amelyek mondjuk engem leginkább vonzottak a 20. század modern törekvései, hát modern magyar képtárról van szó, nem véletlen ez a neve, hogy ilyen művek vannak itt ezer számra, és hát a kortárs művészet és a 70-es, 80-as, 90-es éveknek a gyűjtése, gyűjteményezése, ez nagyon fontos volt Pécsett, ami nem csak országosan, de nemzetközileg is jelentős. Szóval az egyik feladatunk az lenne, csak nagyon kinkes erősen megy, hogy elhitessük a pécsiekkel, a pécsi polgárokkal, hogy egy olyan kincs van itt Pécsett, ami nincsen máshol Magyarországon. Budapesthez mérhető jelentőségű ez a gyűjtemény. A Pécsnek ez higgyék el, hogy a legfontosabb értéke. És nem csak a Vazre, és nem csak a Csonvere, a modern magyar képtár, ahol a világhírű festmények vannak bemutatva, és nem véletlen, hogy
hogy hetente, két hetente kérnek tőlünk külföldről, külföldi múzeumok Párizson, Madridon, Los Angelesen át, hogy adjunk már kölcsön az európai művészet történetet bemutató kiállítása műtárgyat tőlünk, mert nem tudják ennélkül megrendezni hitelesen. Amikor idejöttél, ugye azt mondom, már akkor is ilyen jelentőségű volt ez a gyűjtemény. Minek köszönhető, hogy ilyen jelentőssé vált vagy, és közben, miközben te itt dolgoztál, mi volt a cél, hogy hogyan lehetne ezt még inkább bővíteni, illetve népszerűsíteni? Nagyon sok dolognak a szerencsés összejátszása volt az, hogy 80-as évekre ez a múzeum olyan lett, ami hát kellett mindenképpen olyan agilis művészettörténész kolléga, mint a H.S.O. vagy a Romvári Ferenc, akik rengeteget dolgoztak azért, hogy ez a gyűjtemény gyarapodjat. A Romvári Ferenc a hihetetlenül erőszakos, erőteljes, intenzív gyűjtés történetéről szerintem nem sokára a könyv jelenik meg, de legendák szövődtek. Kellett hozzá egy olyan fenntartói támogatás, ami akkor megvolt a Takács Gyula tanácselnök jó voltával, aki annyira nem hivatalból, hanem belülről érezhetően támogatta a múzeumot, hogy fent lakott a Mecsek oldalba, és amikor jött le, mentem a megyei tanácsra dolgozni, akkor a Káptalan utcán állt, megállt a Káptalan utca 2-es számú háznál, volt a művészettörténeti osztály irodája, és bekopogott az ablakon, és akkor nem csak az, hogy ellenőrizi, hogy itt vannak már a kollégák, hanem kell-e valami, van-e valami szükségünk, van-e valami történt, történt-e valami, mint dolgozunk. Szóval érdeklődött. És hogyha azzal mentek hozzá a kollégáim, hogy Takács elvtárs, ez meg ez kéne, hogy ezt meg kéne venni. Van egy nemzetközi vagy országos jelentőségű magángyűjtemény, aminek a tulajdonosa hajlandó ezt átadni a múzeumnak életjáradékért, vagy meg lehet vásárolni, vagy van egy Csontváry festmény a piacon, amit meg lehetne vásárolni, hogy ehhez kéne 4-5 millió forint támogatás, akkor igen, a Takács Gyula volt olyan agilis, és volt olyan érezte a fontosságát az egésznek, hogy ettől gyarapodik a város, gyarapodik a pedig megyei tanácselnök volt, hogy kiverte azt a pénzt, ezt a lehetőséget, ezt ezért tudjunk élni. Tehát ezek voltak azok a, meg az egész múzeum utcai létrejött. Szóval az, hogy a Káptalan utcában lévő szolgálati lakásokat kiürítették, az ott lakókat elköltöztették máshová, több 10-100 millió forintokért fordították a Káptalan utcai kanonokházakat, és oda kiállításokat rendeztek, ez mind a 70-es, 80-as években történt. Ugye, mint múzeológus, festményekkel, minden műtárgyal találkozol, de valahogy mégis különös vonzódásod van a kerámia felé. Ez honnan jött? Ez megint nagyon sok minden. Szóval tudom, gyerekkoromban Muraládkán laktunk 6 évig, és azért Muraládka az egy zalai falu, a Mura mellett van, nagyon szép kis pata, egy csodálatos hely, és szerettem erdőt járni kirándul nagyapámmal, és voltak ilyen horhosok, ilyen vízmosásos területek is, nagyon kis zöld agyagban volt ott, és azt imádtam azt is már gyúlkálni. Persze nem ezért szerettem az agyagot, csak már akkor imádtam ezeket meg a Murának az iszapjába mászkálni. Ami miatt szeretem a kerámiát, az még a Németh János is benne van ebben, mert Zalaegerszegen voltam művészettörténész először, és ott a városnak az egyik rangos művésze volt a Németh János kerámikus, aki fazekas volt, és nagyon jó, nagyon humorú ember, és nagyon sokat beszélgettem vele. Akkor idejöttem 84-ben, akkor volt a kerámia, nem tudom hányadik, hetedik, talán kerámia biennálé, és a Romvári Feri akkor osztályvezető volt, ő egyből bedobott a mélyvízbe, hogy ugyan már segítsél már, vagy csináld meg a kiállítást, rendezd meg. És akkor ott kezdtük a biennálék rendezése, ezt követően rámárult, nem csak a kerámia, hanem a kisplasztikai biennáléké is, és a másik pedig a Siklós. Hát a Komor Pistő barátom, együtt jártunk Zalaegerszegen egy középiskolába, a szomszéd osztályban járt, és amikor időt 84-85-ben a Pisték, akkor azt követően én is intézően kiálltam Siklósra, figyeltem, mit csinálnak a szimpózionon, érdekelt, és
részt vettem nyáron a munkákba, és akkor, amikor vége a szimpóziónak, az volt a történet, ugye mi volt a haszon a múzeumnak ebből, hogy a szimpóziónon készült alkotások egy része bekerült a múzeumba. Ki lehetett menni, ki kellett választani a elkészült műveket, és akkor a gyűjteménybe kerültek ezek. És hát itt kaptam kedvet ahhoz, hogy megértve a Kelemnek csak egy csoportjának azt a olyát, hogy csoportot kéne alakítani, tovább kéne lépni szervezetileg. Volt a Terra csoport, ami a Kelemi szobrász profillal indult, a Srammel Imre, Nagy Márta, Fekete László, Füzesi Zsura, Molnár Sándor, Kum Gyuri, tehát 11-12 ember Lammeliona. És volt egy másik, Kereménynek egy másik fontossága, ugye volt a szobrászi rész, a másik pedig a design. Az pedig a Deforma csoport. Volt 13 fiatal lány és fiú, főleg lányok, akik pedig úgy gondolták, hogy a porcelán dizájnt meg kell újítani, új formákat kell létrehozni, és ők is létrehoztak egy csoportot. Ennek a csoportban mind a két csoporttal szoros kapcsolatom támadt. A terrásoknak kiállításokat rendeztem meg, szimpóziumokat szerveztem, Prágától kezdve Franciaországon, sok helyen. Míg a Deforma csoport támogatására létrehoztuk többen a Deforma alapítványt, amely pályázatok segítségével, meg kapcsolatok kiépítésével szimpóziumokat hozott létre Siklóson. Tehát a siklósi jelenlét ez eléggé évekig, összes nyaradot töltöttem, Kelemünk sok között. De miért volt fontos neked egyáltalán, hogy így támogasd meg, fölkarold a kerámikusokat, szervez neki szimpóziumokat, stb. Azért, mert nem tudtam csinálni. Szóval tényleg az emberben bent van egy alkotói vágy, alkotási vágy. Na most, hogyha ezt úgy dönt és úgy látja, hogy nem elég tehetséges és nem elég produktív alkotóként, akkor én úgy gondoltam, szóval én úgy vélem, hogy akkor próbálok segíteni azoknak az embereknek, akikben ez a képesség megvan. És egyáltalán nem pótcselekvésként, hanem nagyon nagy örömmel csináltam azt, hogy láttam, hogy mire jutottunk 2, 3, 4, 5-en. Tehát, hogy együtt én munkámnak is köszönhetően mik jöttek létre, és milyen értékek születtek. És tudom, hogy ők meg örültek, mindenki örült. Ez egy nagyon pozitív, hihetetlen pozitív légkört eredményezett, egy nagyon jó hangulat volt, nagyon produktív volt, nagyon sokáig. Pontosan mióta dolgozol te itt a múzeum? 88 óta? 84 óta itt Pécsett. 84 óta itt vagy Pécsett. 78-ban kezdtem, igen. 33 éve, ha jól számolom. Krisztus éve. Hogy azt nem tudom, hogy biztos a nézők is kíváncsiak rá, hogy gyakorlatilag mi a feladata, vagy milyen átfogó feladata van egy osztályvezetőnek, egy muzeológusnak, vagy egy főmuzeológusnak, vagy hogy mi az, amit te neked itt napról napra meg kell küzdened problémákkal, milyen szempontok szerint nyílnak kiállítások, vagy zárnak be, vagy szóval ilyesmi. Nem tudom, kik hallgatják ezt, remélem a főnökök nem hallgatják, hogy mi a feladat egy ilyen. Szóval tényleg nagyon sok. Tehát onnét induljunk, hogy amikor idejöttem 1984-ben, 203 munkatársa volt a Pécsi Múzeumnak, 203. Ma 76, ha jól emlékszem, tehát kb. harmada annyian dolgozunk, mint 30 évvel ezelőtt, és sokkal több a feladatunk, sokkal több az épületünk, sokkal több a munkánk, sokkal több az elvárás, sokkal több az adminisztráció. Tehát az, hogy mire kell figyelni, mindenre. Tehát mivel kevés az ember, tudom, néhány kollégám itt reklamált, hogy hát ez nem elég tudományos munka neki, hogy szerződéseket írjon meg, nem elég tudományos munka, hogy tárgyaljon a fuvarosokkal, nem elég tudományos munka, hogy ellenőrizze és felügyelje a csomagolást. Szóval persze, nem az. De szerencsésebb helyeken vannak erre emberek, itt nincsenek. Itt gondoskodni kell arról, hogy
ezek elkészülnek, hogyha bejön egy kölcsönzés, egy apró példa, jön egy kölcsönzési levél, hogy szeretnének magyar avantgard kiállítást rendezni Amsterdamban, ami most nyílott szombaton. Jön egy levél, egy évvel ezelőtt van egy elképzelés az ottani kurátornak, most ezeket szeretnék ők kölcsönkérni. Akkor végig kell nézned, hogy most ezek a festmények szállítható állapotban vannak. Ellenőrizned kell a restaurátorral, hogy igen, ezek a képek jó állapotok. Ha nem azok, akkor restaurálni kell őket. Hogyha nincsenek bekeretezve, be kell kereteztetni őket. Igen, ám, de erre nincsen pénzünk. Akkor meg kell inni egy szerződést, amelyben leírod a kölcsönbevevőnek, hogy oké, tudjuk kölcsönözni ezeket a képeket, de ilyen és ilyen kölcsönzési díjat kérünk, ilyen és ilyen feladatokat kell levégezni, aminek ez az ára. Akkor a szerződésed beírod, hogy kérem ennek ezeknek a kölcsönzésekkel fizessenek nekem 1500-2000 eurót majd a múzeumnak. A múzeum ebből meg tudja valósítani a képeknek a felkészítését, marad még pénze és más dolgokra, hogy ki tudja cserélni például állandó kiállításról ezt a képet egy másikkal. És akkor ezek szerződés megvan, akkor utána kell különböző engedélyeket kérni a minisztériumtól, hogy engedélyez a minisztérium ezeket a képeket szállíthassuk. Utána az örökségvédelmi hivataltól, hogy a engedély alapján a kiszállítás engedélyt is engedje. Le kell fotóztatni, állapotfelméréseket kell készíteni. Ezeket mind elő kell készíteni és biztosítani kell, hogy akkor végre kimehet a festmény. Ebből hetente, két hetente van. Ezeket mind meg kell csinálni, mind irányítani kell. Akkor raktár vagy rend legyen, hogyha van egy beázás, akkor jönnek akkor a képeket el kell biztonságos helyre szállítani, akkor veszekedni kell a fenntartó, hogy ugyan már küldje azokat a melósokat, hogy ki legyen festve a kiállítás, hogy lehessen újra megnyitni az állandó kiállítást, lehessen látni. Amikor csinálják a festők, akkor gondoskodnak, hogy legyen felügyeletük, hogy legyen festék, hogy jól csinálják. Szóval őrült, milyen színes a munka. Szóval én igyekszem úgy felfogni, hogy színes, és nem úgy, hogy rettenetesen sok, és elviselhetetlen. A gyűjteményről már beszéltünk, hogy mekkora érték. Nyilván, mint te osztályvezető valamelyest azért, hát azt az attitűdöt, vagy azt a politikát igyekszel továbbvinni, amit elődeidtől láttál, tehát hogy gyarapítani lehetőségek szerint ezt a gyűjteményt, de ha esetleg van lehetőség gyarapítani, mert éppen van, akkor mik azok a szempontok, amik szerint egy ilyen gyűjteményt tudtok gyarapítani? Ugye vannak olyan fontos kiállításaink, ahol például a csontvári műveket nagyon szeretnék még szerezni. Van még egy-két csontvári mű, de ez nagyon nehéz. Nem csak azért, mert jó, vannak olyanok, amelyek eladók. De igazából nem az, ami nagyon hiányzik a kollekcióból, bár ez, egy csontvárival több van, az nem rossz. De vannak olyan gyűjtemények, amelyek nem, tulajdonosai nem adják el. Próbálkoztam azzal, hogy a Nemzeti Banknak van ez az értéktár programja, és hogy meghalt egy neves gyűjtő, akinek fantasztikus csontvárai vannak, hogy próbáljuk már venni, megvásárolni a hagyatékot. Az örökösök úgy mondták, hogy nem akarják eladni. Természetesen vannak a klasszikus avantgardban is olyan művek, amelyek nekünk hiányoznak. A 8-as kiállítás kapcsán is találkoztunk olyan korai, például Zobellel, ami hiányzik a gyűjteményből, de 50-60-70-80 millió forintba kerül, és most ma nincs arra lehetőség, hogy mi ezt megvásároljuk. Ami gyarapítás és egy nagy érték, örömmel mondhatom, hogy a Nemzeti Bank megvásárolt, ugye nem a mi javaslatunkra, hanem a Nemzeti Galéria javaslatára 6 Csernus festmény. Csernus Franciaországban élt évtizedekig egy hiperrealista festőművész, nemrég halt meg, és az ő 3 művét kaptuk meg letétként egyelőre a Nemzeti Banktól. Persze vannak olyan apró lehetőségek, hogy a Nemzeti
alaphoz fordulunk vásárlási kérelmet. Ezek ilyen 1-2-3-4 millió forintos kérelmek szoktak lenni, akár a Kerámia Quadriennáléről, akár az országos kisplasztikai Quadriennáléről van szó. De most viszont volt egy rendkívül különleges, ritka lehetőség. Sikerült 25 millió forintot, tehát tényleg egy komoly összeget nyernünk arra, hogy két magyar avantgard művet, egy Konkoly és egy Keseri művet megvásároljunk. Konkoly Gyula és Keseri van a műtárgyat megvásároljunk. Úgyhogy ez egy ilyen kiemelkedő érték, kiemelkedő lehetőség. Bízom benne, hogy idén realizálódik ez a vásárlás, és két komoly műtárgyat gyarapodik a gyűjteményünk. A másik kérdés ugye, hogy amiről még már beszéltünk, hogy ennek a gyűjteménynek a népszerűsítése, tehát az, hogy érezzék az emberek, hogy ez bizony komoly érték, hogy ezt hogyan lehet elérni, vagy mi az, amivel egy múzeum tud operálni, hogy népszerűsíteni a saját kis dolgait, és jöjjenek az emberek múzeumba, vagy nézzenek kortárs kiállításokat akár. Szóval a múzeum egy kicsit, nem azt mondom, hogy elkényelmesedett, de mondjuk elkényelmesedett ez is lehet, vagy nem csak a múzeum, a város. És Pécsett vannak olyan álló kiállítások, a Csontvári, a Vazareli, a Zsolnai, és a három, még most is 100 000 látogatót volt, mondjuk a három összesen, korábban 200 000 látogatót vonzott. Tehát voltak olyan múzeumi kiállításai, majd Modern Magyar Képtár, a Martin Múzeum, a Sári Erzsébet utca, a Régészeti Múzeum, Néprajzi Múzeum, amelyekkel vannak kiállításaink is, rendben vagyunk. És az időszakos kiállításokat már csak azért is, mert még nem volt időszakos kiállított terünk, ezek úgy mellékvágányon voltak, nem igazából voltak. Voltak a biennálék. De azt is idegen helyen a Pécsi Galériában rendeztük meg, és mert a múzeumnak nem volt időszakos kiállítótere. Tehát nem érezte igazából a város, meg a múzeum se talán, hogy most időszakos kiállításokat kell rendezni, nagy attrakciókat, mert hát voltak látogatók. Ismerjük a Pécsi Múzeumot, fú, fantasztikus gyűjteménye van, és ezen nem változott semmi. Mert ugyan 2010-ben csináltam két nagyon komoly, nagyon jelentős időszakos kiállítást, a Magyarok a Bauhausban kiállítást, illetve a Nyolcak kiállítást, mind a kettő több tízezer látogatót vonzott. Igaz, hogy fejenként 200 millió forintba kerültek, de tudományos eredménnyel és látogatói rekorddal zárult a kiállítás. De ami a dolgok bonyolultsága, hogy egyrészt nincsen pénzünk arra, hogy időszakos kiállításokat rendezünk, mert egy ilyen kiállítás 20-30 millió forint az alsó hangon egy ilyen komoly kiállítás. A komolyabb nagy kiállítás a 100 milliós nagyságrendű. Pesten rendez a Szépviszeti Múzeum, az 100-200-300 millió forintos költséggel bír. Pécsett a megyébe múzeumnak nincs ennyi pénze. Ez az egyik. A másik, hogyha lenne pénzünk, akkor is necces lenne egy holtjuk megrendezni, mert ami mai napi nagy bánatom, és nem csak bánatom, hanem bosszúságom, mérgem, hogy 2008-ban az LKFS projekt indításakor a Nagy Királyi Tótér projekt volt. Múzeum utca és Nagy Királyi Tótér projekt volt, amiből a Nagy Királyi Tóteret a politikusok kihúzták. Egyszerűen elhagyták ebből a rekonstrukcióból a Nagy Királyi Tóteret. A Kápnem utca 4-ben, a Szabadtéri színpad helyénre megálmodott Modern Magyar Képtárat és időszakos Királyi Tóteret, azt úgy egy tolvonással negligált a kulturális kormányzat, a város egyetértésével sajnos, és egy csonka projekt valósult meg, tehát a múzeumnak, mint a legnagyobb gyűjteménye rendelkező pécsi intézmények, mai napig nincsen megfelelő időszakos kiállítótere. Az 1000 négyzetméteres kiállítótér, ami ide volt tervezve, vagy 1500 négyzetméteres,
az eléggé csonka módon megvalósult a Zsolnay Kultás negyedben, egy olyan hely, ahol nincsen gyűjtemény, ami kiállítást tudna generálni. Tehát a mai napig küzdünk azzal, hogy hogyan tudunk megrendezni egy ilyen kiállítást. Most, ami van a Fáraók Egyiptom, vagy Egyiptom Fáraói című kiállítás, a Nílus mentén című kiállítás, ez két helyszínen úgy tudjuk megrendezni, hogy a bérbe vettük a püspökségtől a Csolveri Múzeum földszintjét, és a másik értelemben a múzeum galériában pedig a már betervezett kiállításokat kellett visszamondanunk azért, hogy ott is megvalósuljon a kiállítás. Tehát nincsen kerültelünk se, meg pénzünk se. Ezt csak azért mondom, hogy mivel lehet generálni látogatókat is, és reklámokat ezzel. Persze fontos lenne a sajtó, tévé, a írott sajtó, elektronikus sajtó, interneten bombázni az embereket, hogy gyertek buszokra reklámokat kihelyezni, megint mind pénz, hogy gyertek, nézzétek a kiállításainkat, mert fontos, hogy tanultak. Fontos az iskolákkal való kapcsolatteremtés, vagy kapcsolattartás, de valahogy nagyon nehéz. Nagyon nehezen megy, sokat dolgozunk ezen, fontos lenne szerintem is. Fontosnak vagy. Még annyi, hogy szorongatszok kezedben egy kis katalógust itt a beszélgetésünk eleje óta, hogy ez ugye a jelen munkához köthető, de a múlthoz is, hogy miről van szó, miket csinálsz mostanában? Tehát a kerámia, szerettem, hogy Gádor István a Magyar Kerámia Művészet kimagasló alkotója volt, és Siklóson 1977-ben nyílt egy múzeum. 400 műtárgyunk van a Pécsi Múzeumnak a birtokában Gádor Istvántól. A Siklósi vár az a 20. században meglepő módon viszontagságos sorsot él jobban, mint a 18. században szerintem. Több ostrom éri, és több jobban pusztult, mint korábban a Kulusz-Lavanc időben. Tehát ez a Gádor kiállítás, Gádor Múzeum is ennek a következtében megszűnt, raktál volna az anyag. Pályáztam az NK-hoz, kaptunk pénzt ahhoz, hogy egy katalógust kiadjunk, meg kiállítást rendezzünk. Szerettem volna a kerámia kvadriennálival párhuzamosan megrendezni a múzeum galériába, de az említett okokból egyiptomi kiállítás ezt kilőtte. Azért szeretnénk egy kamara kiállítást ennek a kiváló művészeknek, Mozsonak a születésének a 125. évfordulója ezt megrendezni, és egy gyűjteménykatalógust kiadni. Ez a legsürgősebb feladat, de amit már említettem egy előzetes beszélgetésben, magánbeszélgetésben, ami a legnagyobb feladatunk, az pedig az, hogy a külügyminisztérium felkérésére megbízást kaptunk Varsóba, Királyi Várba egy nagy magyar modernizmus, magyar avantgard kiállítás megrendezésére, megszervezésére, katalógussal, tanulmányokkal, egy 120 műtárgyat viszünk ki külföldre, anyag kb. 2/3 a Pécsi Múzeumból származik, a többi a galériában, Nemzeti Galériából, Kaposvárról kaptunk, Szentendréről, Fehérvárról műtárgyakat. Hát ez lesz a következő, a nyárnak a nagy feladat, ennek az előkészítése és megrendezése szeptember végén. Úgyhogy hál' Istennek sok munkával. Azt hiszem, hogy most az időnkben ennyi fért bele, és csak annyi van vissza, hogy erőt és egészséget kívánjunk ezekhez a közel jövőbeli munkákhoz, és köszönöm, hogy fogadtál minket itt a kiállításban egy kis beszélgetésre, és köszönöm a nézőknek is a figyelmet, tartsanak velünk legközelebb is, a viszontlátásra!